A költő az, aki Addi úgy írja, hogy szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Én biztos vagyok, hogy ebbe az is van, hogy szeretném magam megmutatni, hogy látva se lássanak. Én nem is értem, hogy nekem miért nem adnak ilyet. Na nem. Hát hogy képzel ilyet? Nekem sajnos nem is szabad csirkét ennem. Vagy gondolja? De akkor is csak a kisebb darabot. Nem, de ragaszkodom hozzá, hogy a kisebbiket. Hát tudja mi? Cseréljük el a tálat. Hát maga úgyis szósza lesz. Bill Brill? Megszületett a magyar abszurd. Hogy mondjam? Működtem, biztos, hogy nem tökéletesen. Nekem igazán, és azt hiszem mindenkinek, a legnagyobb akadályom nem Rákosi Mátyás volt, és nem is Kádár, és nem is ez a rendszerváltozás, és nem is a nagyfene történelem. Egy óriási ellenfelem volt mindig, nem is az Istennek a balján létező Lucifer, hanem Gyurkovics Tibor. Láttuk rajta, hogy úgy elmélyül, és ő jött volna. Jól most a darabját, és tetszett neki. Nagyon tetszett, teljesen belemerült. És kezdetben a sugónő a szöveget felsúgta neki, hogy mit kellett volna mondani, de semmi reakció. Nagyon hosszú csönd volt. És a sugónő végül is azt mondta, hogy Tibor, te jössz! Jelenteni fogom a gondot! Biztos valamelyik látogató. Bizony, a magáé az. Magáé, már emlékszem, az a rozzant kis asszonyka, aki itt horgolt az a ágy. Már emlékszem. Miért ült a maga ágyán? Hát, mert magát vizsgálták 51-szer, ugye? És addig a maga ágyán horgol. Hát, hol horgoljon? Nem zavarhatom el, ha itt horgol. Olyan jól horgolt itt. Királynak akartak választani, de nem vállaltam, mert el vagyok foglalva magammal. Tudod jól, hogy egy fenomén vagyok. Nem egyszerűen az, hogy költőbe van írva meg a résztáblára, hogy író, pszichológus, lófüle, hanem egy fenomén. Én nem tehetek róla. Én másképp gondolkodom, másképp írok verset, hajnalban föllöki magát a vers, mint egy nagy hal, akkor én azt ki tudom fogni, akkor meg vagyok mentve, boldog vagyok, kegyelem. Isten oda rökött egy hajnali hallam. Hát mit akarjak még? Hát akkor miért legyek boldogtalan, mint költő? Hogy nem vagyok dúsgazdag, 17 unokával nem tudsz dúsgazdag lenni. Mikor elindulnak ezek az iskolába, akkor betolyok. Pedig nem támogatom igazán őket. Ne félj! De hát azért az egy speciális helyzet, hogy valaki gyakorló pszichológus és pszichiáterként lesz egy ilyen híres író, mert ő ezt gyakorolta, és ráadásul talán azért gyakorolta, mert megnézzük az életrajzát, tehát nem tud bekerülni. Nem vették föl ugye a egyetemre, polgári szám, ez az amaz. És akkor egy teljesen más pályát választott, amit ilyen nagyszerű szerzőként, valami elképesztő háttérként gyakorolt. Mert ha végignézzük azokat a szerepcsak, amiket én játszottam, hát azok tökéletesen, ez a hülye ezredes a fekvőtámaszba, vagy hát ezek pszichiátriai esetek. Nincs lazítás, megett a fenaki lazít, ez nem középiskola! Katona nem bőregér! Csáncolni tudni kell. Saját maguk érdeke. Test, páncél körül fogom. Egyensúly. Valami olyan kábulatnak engedem át magamat, mint az a rulett játékos, mint a játékos a Dosztojevszkijben, aki a nagymamát is próbálja lebeszélni, hogy ne tegye, hogy még rátenni valamit. Szóval ez a kábulat nekem, ez a mindent beuraló hívás jelent, hogy mégis holnap újra szítom a kazánt, ugye, hogy aztán ezt Madács mondja. Nekünk magunk ellen is harcolnunk kell. Belsőleg. Úgy van. Bent, ott a baj. Azt hiszi, én nem vetném el magam szívesen. Azt hiszi, nekem olyan kellemes ez a páncél. Nem lehet. Fegyelem. Kristályosodás. Úgy van. De ez még ennyit se ért. Én nem vetném el magam szívesen, valami fotelban. Minden orvos, tanár, mérnök elveti magát. Hazamegy, ledér, nyugszik.
Én nem nyugszom le! A nap lenyugszik, a katona nem!